Tegnap volt a Föld napja, és a Föld akkor mindenkinek eszébe jut, hogy kávé. Felhívnánk a figyelmet a Starbucks részvényeire, hiszen csütörtökön érkezik a társaság gyors jelentése, és a múlt héten lokális csúcsra ugrott az árfolyam. Mi arra számítunk, hogy a kávé továbbra is nyomott áron forog majd a világpiacon, ez pedig jót tesz a Starbucksnak, ami még egy ilyen vegyes gazdasági környezetben is tudja növelni a profitabilitását. Ezt érdemes megtekinteni, illetve utána nézni a történetnek. De a tőzsdéket tekintve azt várjuk a mai napon, illetve a holnapi kereskedésben, hogy egy picit visszafogottabb, óvatosabb lesz, hiszen hazánk kedden, illetve szerdán tehet előrelépéseket különböző ügyekben, részben a netadó, részben pedig a hazánk EU-IMF megállapodása az, ami ott van a fejekben, de a szerda esti Fed kamat döntés is azt sugallhatja, hogy egy picit távol maradnak most a szereplők, és átgondolják az eddigi stratégiáikat.